Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Bíróságánál folytatódik a Székely Mikó kollégium ügye. Az erdélyi református egyházkerületnek a pervesztés után Romániában már nem volt lehetősége a fellebbezésre. A bírósági beadványon egy jogász csapat, levéltárosok és egyháztörténészek is dolgoztak, illetve egy a témára szakosodott francia ügyvédi iroda segítségét is kérték. Furcsa és nem örömteljes a helyzet, hogy saját állama ellen kell úgymond házon kívül, országon kívül jogorvoslásért folyamodjon, mondta Kató Béla püspök azon a kolozsvári sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették, hogy a református egyháza Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul a Mikó ügy kapcsán. Azt látjuk, hogy a nagyon sok pert ezen az alapon függesztettek fel, hogy várták a Mikó kollégiumbeli döntést, és most úgy látjuk, hogy beindulnak az elmaradt perek, és abban pedig, ha bár Romániában nincs a precedens a jogban, de mégis fel fogják használni olyan döntések meghozatalában, mert biztosan, hogy az egyházak vesztesként fognak kijönni. Veres Emőd ügyvéd szerint a román állam a Mikó ügy esetében a tisztességes eljáráshoz való jogot és a tulajdonjogot is sértette. A tulajdonjogi kérdésben úgy szintén nem megfelelően járt el a büntetőbíróság, nem tisztázta ezeknek az iskoláknak a pontos jogi státuszát, mert hogyha ezt megteszi, akkor megállapíthatta volna, hogy ezek az iskolák az egyház belső szervezetéhez tartoztak, és ezen a belső szervezetrendszeren belül rendelkeztek egyfajta korlátozott hatáskörrel. A kommunizmus idején államosított Sepsi Szentgyörgyi Székely Mikó kollégium visszaszolgáltatását 2014. novemberében érvénytelenítette jogerős ítéletben a Ploiesti Táblabíróság, amely felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki a visszaszolgáltatást elrendelő testület tagjaira.